Fésomódnak sem kell tovább várnia, új műsor lett és a címe Gánica. Megláthatod főzni benne a sok sztárt, itatom somogyót, etetem Kaposvárt, itatom somogyót, etetem Kaposvárt. Fél idejéhez érkezett a Gánica főzősójának első része. A múlt héten láthattuk Bene János festőművészt, aki vendégével, Lengyák Istvánnal 19 pontot főzött össze. Torma Emese azonban erre is lapot húzott, és nem bánta meg. Nagyon otthonosan mozgott a konyhában, no és természetesen énekelt. 20 pontot szerzett. A ma este nagy kérdése, sikerül-e Miszlang Áginak hazai pályán, vagyis Szennában megszereznie a maximális 21 pontot. Sportnyelven szólva, érvényesül-e a papírforma, vagy elbukik valamin. Azt már előre elárulhatjuk, Ági semmit sem bíz a véletlenre, nem először néz szembe ilyen feladattal. 1990 óta foglalkozunk a falusi turizmussal. Nagyon érdekes, nagyon jó dolog sok emberrel találkozni, a világ minden tájáról voltak már nálunk, és nagyon-nagyon sok magyar vendégünk van, aminek külön örülünk, gyerekekkel jönnek Budapestről. És az az érdekessége, hogy sok kis gyerek itt tapasztalja azt, hogy a csirkének tolla is van, nem csak a nylon zacskóba terem az a csirke. Soha alkalmasabb pillanatot nem találunk arra, hogy megtudjuk, hogyan is készül a Gánica. Nézzük, hallgassuk Ágit, aztán majd összefoglaljuk. Só van benn, a krumpli, megföl, és akkor majd látjuk a következő folytatást. Na, ez így tökéletes lesz. Most pedig a kacsacombot fogom berakni a sütőbe. Ezt már egy kis sós vízbe előáztattam, azért, hogy ízletesebb legyen. Zsírja az majd fog sülni. Most vett majd annyi vizet magába, hogy tud majd párolódni. És alufóliát fogok a tetejére tenni, hogy... És akkor ez alá most nem rakok semmit, mert elméletileg kell, hogy engedjen egy kis levet. Tesszük sűrű, és szalonnával kicsit beborítom. És plusz ízt fog neki adni, reméljük. Így. Alufóliával. Így, hát Isten nevében reméljük, hogy jó lesz minden. Akkor a következő pedig a kis bárány, nem is bárány, hanem kecskecomb, hanem eltévesztettem. Előkészítettem a káposztát hozzá, az egy érdekes kis étel, régi étel, egy káposztalevelet. Ezt most csinálom először, remélem finom lesz. Hozom a kis sót is. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Csak egy kicsit ezt meg fogom gondolni. Könnyebben át fog sülni. Fiatal kis kecske gida volt. A kis imonfán szaladgált a nagy füves réten. Nem gondolta, hogy ilyen sorsa lesz, tehát reméljük, hogy ízleni fog a vendégeknek. Elég sokok egy kis szalonnát. Rakunk rá még egy kisebb káposztalevelet. Ennek igazság szerint szépen át kell sülni, hozom a tepsimet. Egymás mellé rakjuk. Akkor most az előkészületekkel készen vagyunk. Megnézzük a gánicákat, hogy fogják.
forr-e? Hát még nem, lehet, hogy átteszem egy nagyobb lángra. Gyorsabban készül. Addig pedig az előkészített vöröshagymát meg fogom párolni. Kicsit nem is párolom, hanem megsütöm. Piros paprikát teszek majd bele, és akkor ezzel készül a gánica, ami ki lesz szaggatva, tepsibe rakva, és készül lassan. Megnézzük közben. Ó, ez is formál mindjárt. Nem összetöröm. És kiszaggatjuk. Hát, amíg rózsaszínű lesz, addig megmosom a medvehagymát, amit itt hátul kint a kert végébe szedtünk. Remélem, hogy kuriózum lesz a vendégeknek, mert ez olyan jó kis fokhagyma illatos. Hát bízom benne, meg remélem, hogy utána majd nem csokkolóznak, mert hát ez nagyon fokhagyma illatos. Bízom benne, hogy engedett is lehet ez a kacsa. Házi kacsa, az szokott levetengedni, aztán hogy is. Ő hogy viselkedik. Remélem elkészülök vele, mire jönnek a vendégek. A kacsára csak sót szoktam rakni, mert az az igazi. Én nem szeretem ilyen olyan fűszerekkel. Hogyha köret készül hozzá, mondjuk ez most egy előétel lesz, akkor párolt káposztát szoktunk hozzá csinálni. Hát ennek biztos kell most egy óra, de hát majd kicsit ráadjuk jobban a sütőt, és akkor de időben leszünk még. Őszgerinc formába sütöttem, és hát meg fogom kenni egy kis kacsazsírral, és akkor úgy rá a kacsaszelet, meg egy kis lilahagyma. Elkészült a kukoricás kenyerem, ez egy kicsit meleg. Hát ez úgy készül, hogy egy adag kukoricaliszt, két adag simaliszt, olyan Ágnesnak kitalálva, egy élesztő, krumpli meg van főzve, sósvízbe, ledagasztottam, és akkor úgy megkelt. Még egy picit kell a krumplinak főni, meg majd veszek le a levéből, mert ez nagyon sok levet raktam alá majd. Akkor nem győzzük kikeverni a liszttel, visszateszem még. Az a jó ezekben a fődőkben, hogy nem meleg a füle. Közben készül a hagyma is. Ez hamarosan lehet majd szaggatni a tepsibe. Ebben a tepsibe lesz a gánica. És hát remélhetőleg, hogy meg tudjuk benne jól pirítani. Szép pirosra. Megfogjuk a fülét. Jó, összetöröm, belerakom a lisztet, megpucoljuk a krumplit, lekarikázzuk, föltesszük. Mondjuk egy kiló krumplihoz, egy másfél liter víz, hogy jó ellepje. Sót rakunk bele, ezt meg szoktam kóstolni, hogy ízletes legyen, hogy nehogy sótalan, mert akkor az egyáltalán nem fog a családnak se, meg a vendégeknek se ízleni. És akkor belemegyük a lisztet, az is úgy, hát hogy jó állaga legyen. Ne is legyen nagyon kemény, ne is legyen puha, úgyhogy ki lehessen szaggatni kanállal. Majd a következő lépés úgyis az lesz. Ebben most bele fog menni nekem egy kiló liszt, ez volt vagy másfél kiló krumpli, de még lehet, hogy a lisztem az kevés is lesz hozzá, majd látjuk. Hát ez kevés lesz. Nem baj, majd pótoljuk a hiányt. Ez az is lehet, hogy elég lesz. Hát ez nagyon nehéz. Nagymamám azt szokta mondani, ezt addig kell kavargatni, kavargatni, míg a plafonról nem csöpög a víz. Hát a plafont ő itt értette. Hát, hogyha már jó lesz, akkor elég lett a lisztem is. Jó fárasztó. Jó kis izommunka.
Na, majd a végtermék fog jól mutatni. Na, vissza megyek gyorsan a hagymámhoz, beleteszem a paprikát, és már nem késállok kiszaggatni, mert ez itt tökéletesen sikerült. A paprika is jó. Lesz bele, ezt lekapcsoljuk, nem lesz rá szükség. Ezt is lekapcsolom. Ez így nagyon jó. Így szép lesz. Ez zsír vagy olaj? Ez olaj, mert nem mindenki szereti a zsírral való főzést, de viszont most az újabb orvosi vélemények szerint egészséges a zsír. Szerintem egészséges a zsír, mert mikor lepermetezik a napra forgód itt a szemünk láttára, és akkor hű, milyen finom az a repceét olaj. Megasság szerint én jobban szeretek zsírral főzni, de a paprika jobban kiadja a színét a zsírval való főzésnél. Sokkal szebb színe van, mint az olajban. No, hát akkor elkezdjük ezt a szaggatást. Bele szoktam mártani a kanalat az olajba. És akkor ezt egy kicsit így megöntözzük. Ilyen szépre megcsináljuk, és akkor igazság szerint ilyen nagyon szép lenne, hogy kiadja magát. Majd a végén még a tetejére teszek egy kis hagymát, ami majd is szépen rápirul. Bele mártjuk. Kicsit jobb. Nagyobb lett. A gánicához tehát szükségeltetik 1,5 kg krumpli, 1,5 liter víz, úgy láttuk ehhez a mennyiséghez elég 1 kg liszta meg só, aztán jön a zsír vagy olaj, abba paprika, hogy megforgassuk benne jól a gánicát, már csak a hagyma marad a tetejére, próbálják ki bátran. Több kerül, de nem baj az. Is tökéletes. Na, akkor ezzel elkészültünk. Megy majd a sütőbe, de előbb megnézzük most a kacsát. Egy kicsit leöntjük a levét, majd hozok egy másik kis pici tepsit, és akkor sok levet engedett. És megnézzük a vaddisznókat is, hogy mit csinál. Véres lé nem is jön belőle. Egy kicsit megöntözöm egy kis vörösborral, és akkor az nagyon finom lesz. Reméljük, a vendégeknek is fog ízleni. Hát ennek még bizony sülni kell, de hát időnk az még van bőve. Akkor megitatjuk ezt a kis cuccát egy kicsit. Nem nagyon, csak egy kicsit. Enged levet, akkor később meg megöntözöm vele, és akkor az úgy nagyon jó lesz. Átadtam a nagymama féle kedvenc kis tepsibe, de ennek még sülni kell, mert még véres a közepe, de öntünk rá egy kis levet, hogy... Ó, ez meleg volt. A zsírja már sült ki. Egy kicsit megöntözzük, és akkor visszatesszük a sütőbe. Nem olyan mere. Ráhajtom ezt 200-ra, alul fölül, hadd süljön. Idatom somogyót, etetem Kaposvár. Barátnőmnek a nagylánya, és ő fogja nekem összetűrni a szalvétát. Én próbálkoztam vele, de nem akart összejönni sehogyan. És a Katinka most segíteni fog nekem. Köszönöm. Akkor hát egy 8-at légyél a szíves csinálja lehetett. Hozok majd hozzá forrat. Most már csak meg kell várni, hogy megsüljön a vacsora, és már csak a tálalás lesz vissza. Kellemes, jó puha.
Még vissza fogom egy kicsit rakni, és majd mindenki saját maga kibontja, amit kiválasztott. Ez lesz a meglepetés, hogy mit fognak benne találni. A vaddisznónk az elkészült, nagyon szép lett, remélem finom is lesz. Ezt is vissza rakjuk a sütőbe. És a legvégére fog maradni egy meglepetés, ami pedig rétes lesz, háromféle rétes, túrós, káposztás, krumplis rétes, ami már tegnap elkészült, már az nagyon munkás dolog, úgyhogy ráment a fél napom, de remélem, hogy nagyon fog ízleni. Akkor ide lesz. Katinkának mi is köszönjük a segítséget, nagyon ügyesen hajtogatta a szalvétákat. Otthon mi is megpróbáltuk, de nekünk nem sikerült. Hideg pálinkával fogadja a kedves párom a vendégeket, és a többit meg majd az Ágnes asszony fogja kínálni. Most néhány pillanat reklám következik, de a vendégek már úton vannak. Nem, ott van iszat, hogy a szép ruhában van. Igen, nagyon jó lenne, mert mind a ketten ízét csináltatok. Csirkét. Itatom somogyót, etetem Kaposvárt. Itatom somogyót, etetem Kaposvárt. Gyerekek, illatot éreztek? Vagy a benzinszak? Már érzem a kacsa. Lehet, hogy csak a benzinszak az illatot. Nem, ott van iszat, hogy a szép ruhában van. Igen, nagyon jó lenne, mert mind a ketten ízét csináltatok. Csirkét. Gyerekek. Gyerekek. Aki, de hasonlít is egyébként, nézd meg. Na most már minden. Fogjuk meg ketten. Úgy kellene, hogy elkapom, tudod. Elkapom félúton. No, hát itt vannak a vendégek. Hát szervusztok! Itt meg a vendég. Szervusztok! Sok szeretetet köszönöm. Gyönyörű, hogy jó napot.
szempontból. És akkor így van a szőlőtök is? Na, szerintem nem. Nekünk csak pincénk van, Kaposvárra vetjük a szőlőt. Ja, veszitek a szőlőt. A Szekszárdon azt is megmondják, hogy melyik dűlőben volt. Hol érett a szőlő? Ilyetem, de tényleg állítják igaz, hogy azt is meg tudják mondani. Jó szépen, vegyél. Köszönöm, nagyon finom. Hát ez így sikerült, szoktam mondani a kedves vendégeknek is, hogy ez így sikerült. Hát elég jól sikerült. Reméljük, hogy a többi is ízleni fog, bizony benne. Tegszerűen, mint én. Jó lakom mindjárt, még azt a többivel. Meg kell lenni. Te számoltál azzal, hogy ezzel jól lakunk, akkor hogyan lesz? Azért meghoztam olyan sokat. Látjuk, hogy jó házi vagy, de nem kezdtem ma bőven. Jusson. És akkor ezt a népviseletet, amikor jönnek így vendégek, akkor is szoktad fölvenni, vagy csak ez most egy, erre az esetre van. És főleg, hogy csoportok érkeznek. Csak igénylik és külföldiek meg, mondom, nagyon szeretik. Na, jó tudsz akkor, jó? Na, hát egészségetekre akkor. Így jól. Megvárjuk az emesét is akkor. Te már most jössz ezen. Te már valamit tudsz szigálni. Nem, én már távolmosságok. Egészségedek. Kíváncsian várom az elemzés. Na, mi várjuk. Egészségedek. Finom. Milyen fajta? Sajátból? Egyébként? Oktatból, Savignon Blanc. Hát egyes. Ó, gyerekek, jaj. No, hát mivel még gánica csatam. Igen, és gánica? Nem, hogy van. Jaj, nagyon komoly. Nagyon jó, komolyan mondom, mennyire még nem örültem. Ez lesz. Gyerekek. Ez lesz a kecske. Ezt már neveztettük. Kecske. Bármit főztetek. Gyerekek, kezdődik előre. Lefőzött. De itt vadisztót írnak, aztán gánica van. Gyerekek, uramisten. Az a köre. Gánica a köre. Jó, a gánica köre. Ez pedig a köre. Jó, és először. Ja, először rossz hoztad. Az nem gánica, a bírói. És ezt mindenki akkor átlátja. És rozmarin várjon, az is timmel. Gyerekek. Hát a rozmarin. Készen vagyok, komolyan mondom, készen vagyok. A rozmarin ágit. Lesütöttél, lefőztél. A meglepetés. Jójóznak a szemeim. A meglepetés az pedig a medvehagyma. Igen, akkor azzal kivalója a rozmarin. De rögtön hozok rá egy kis rozmarin. Ne tudod, hogy már a valós. Ne haragudjatok az ágit. Ez csak az étlapom volt. De akkor... Ugorjunk neki gyorsan. Nem. De tényleg. Tiéd az elsőbség. Azt mondja, jól van. Köszönöm. Ez pedig gyerekek, kis uborka, akinek esetleg ez mi, ez nézzük? Ahhoz van kedve. Azt az egészet vedd a magad elé, és akkor a fólián... Ezt már hozzám is, ez nekem kell lesz. Ez az enyém! Mennyit kér? Mi a nyagy? Már csorog a nyárom, gyerekek. Bőséges sár. Mert megy le a torkomon. Köszönöm. Gyerekek. Köszönöm, nagyon kedves nekem. Ez nekem nagyon bejön. Ebből ki vegyen? Azt mindig. Ezt adja mit, vagy vegyen ki, hogy szépen. Édesen, én azért tettem ide ezt a kis asztali stukát, hogy azt mondtam bele, hogy fejezzen. Egyébként mi is összem neked. Figyelj, felett az ember. Persze, majd kérek azt. Jó, mert nekem meg lehet, hogy először ezzel barátkozom. Nem sok az. Ott van a tejföl tegyetekre. Meghagyhatom a kövezból. Akkor nem azt jelenti, hogy Ági, hogy nem felhúzni. Nem, a Gyula már belement, hogy Feri tudott. Tényleg milyenek jól? Legyen ez, hogy osztozunk el, hogy miért még elkezdeni. Mert felett nem tudunk adni. Jó? Vaddisznóból. És a vaddisznót kilőtte. Név szerint. Úgy nem tudom, név szerint. Igen. A vadfeldolgozóból. Ez a kecske? Az igen. Az Simon Fál szaladgázott a zöldjén. Kecske béka? Mennyi fékony? Vagy kecske? Imádni való. Te valami béka? Ágikám, csókolom a kacsódat, imádom a kecske lecsódat. Örülök neki. Lehet, hogy kültű is van közöttünk, várjunk. Minden. Hágok föl ebből, és akkor mindenki vegyen belőle. Remélem, hogy... De hogy jutottál hozzá a kecske? Ja, el is azt hiszem. Ne fogjunk rá, és akkor annyi vagy. Igen, igen. De ezt így is el lehet venni, nem? Természetesen mindenkinek van egy ilyen kúlia. Nem, én először szerettem. Igen? Másika? Igen, azért tettem ide ezt. De várjátok, akkor nagy baj van, mert a gánicát én már kivettem. Akkor a kecskével mi lesz? Nem baj, Szigán, nyugodtan oda teheted. De ezt a kecskét hogyan mondtad, hogy előtte együtt, vagy a... Együtt. Sokat beszélni. Ez a gánica a köre. Mert én ebédeltem, azért tudod, én most ráérek. Gánica a köre. Pestre járkálozom.
Gyuszikám, mit adhatok szíve? Várunk a... Kecskére? Nem. Peppertől egy hamburgert azért benyomottál volna. Szeretem megíteni az ízeket. Emesek. És gánica. Tessék. Köszönöm. Ági azt mondod, hogy ez illik egymáshoz, akkor a vadisztóval együtt? Igen. De az alufóliával nem illik, tehát azt nem, azt tettem ide a kis kukát, hogy azt beletudjam. Így leszek, mert, igen? Mert nekem meg kell. Igen. Gyerekek. Az alufólia volt a legdrágább. Látjátok az arcomon, kívül az arcomra, hogy egyszerűen. És az a fantasztikus, hogy itt a kert végében, ott pedig van medvehagyma. Elvettem a villáját. Azt hittem, hogy mégis a vaddisznó itt volt a kert végében. Az a kés? Vagy nem, azt akartam. Köszönöm. De hogy? Két kés volt nekem. Mert ide közeledtél. Na, közeledtem? Ja, már beleeszel a másik kívül is. Elvette a késebb. Már az őt annyira leszek. Igen. És mindig összeveszünk, tudod? Igen. Nem vagyok én egy ügyesztelettelő. Gyulával, amíg ti veszek. Még ennyi jöttünk. Így van. Hát remélem, hogy ízlik. Hát ha nem, akkor... Akkor így jártunk. Hát jó, hogy nem hoztunk szendvicset. Gyerekek. Jó, Ági, meg vagyunk elégedve. Finom. Kiveszem a kis csontocskáját. A kis kecskemmel lejött a csontocskáját. Ja, csókolom a kacsódát. Ja, imádom a húsozat. Jaj, de aranyos. Köszönöm szépen. Gyerekek, nagyon ott van medvehagyma. És medvehagymát kinek szabad adni, János? A medvehet ilyen hagymát. A medvehet ilyen hagymát egyébként. Nem tudom, hogy ettem-e. Miért medvehagyma? Medve eszi ezt a hagymát? Nem, de most gondolod, a jeges medve megeszi ezt a hagymát, hallod, aztán kiződül, akkor aztán nagyon fura dologokba lesznek. Vegyetek, ehhez nem hoztam egy cságot, ezt fogjátok. Jó, persze, csak megkóstolom. Kézzel, és van itt még olívaolaj is, és ecet is tehettek rá. Fradi, mert se lehet vinni a ez már maga olyan jó kis fokhagymás ízt. Nagyon finom. Ez a vaddisznó? A vérnyomása nagy, ez a vaddisznó, igen. Mi a jó nekem a vérnyomásom? Úgy fölment az adrenalin szintem szerintem, hogy igen. Iszonyat. Nem most az Áginak kell. Most nekem kell beszélni, igaz? Azért vette fel ezt a képviseletet, hogy... Beszélni se kelljen, beszélni. Beszélni ne kelljen, csak nagyon csinosan volt, nem elejtettem mondani, de így utólag is megdicsérem. Köszönöm szépen, nagyon aranyosnak. És hogy rezeg ez az asztal a bora, hogy jár. Igen, hát, nagyon komoly. Hát igen. Mindjárt tengeri betegségem lesz, komolyan mondom, így eléskezve. Bocsánat. Hát. Nem azért mondtam. Csak aki érti a viccet, tudod? Értjük. A baszomusdom elé ülni. Töltsem ezt a kis borocskát. Na, töltsem. Azt a kis fél hektolitert borocskát kóstolt meg Jánosom. Ne tolj vissza magadat. Egészen. Nem szabad. Bocsánat. Nem szabad. Ja, volt egy kis szabad. Nem szabad. Rá nem öntünk. Na. Egészségedről. Ismeritek a mondást. Emese, kóstolod meg ezt a finom medvehagymát? Nem, köszönöm szépen. Jó fokhagymás ízában is, hogy... Emese, kóstolod meg? Olyan finom. Biztosan. Tényleg finom. Nem szereted egészségesen? 7 évig? Nem ettem még. Hát azért, hogy te más tudtál. Vagy te más tudtál. Nem tudom. Megkóstolod? Nálam modellnek hívják. Akkor megemelked. Jó, nálam modell. Tehát, hogyha megengeded, akkor... Rakjétább nekem, Lici. Gyerekek? Megfogom a kézzel. Jó voltam. Szeretőd, az csak, hogy a hétköznapra... Köszönöm. Köszönöm. Ja, érdelem. Esetleg egy kis olívaolaj, vagy egyszer kell venni ezt a hagymát. De azt ti nem játszhatjátok el? Várjál, mi nem. Beleviszem minden egészségbe különben. Ja. Nyugodtan, kézzel, rában, kézzel. Egyet. Rőfú. Már a disznónál tartottok talán, hogy van? De ő illetve van valaminek. Lehet, hogy a hagymát értem. Ahogy én beszélek és lehelem rád a hagymát. Nyarítom. Jó, nem akartam meg ezt mondani. Ez a szerénység. Igen. A legtöbbet egyébként az egész vacsora csatán az Ági beszélte volna, de most már nem. Hát persze, Áginak ez kötelező volt ez a persze. Kis abszolváció. Hát egyetlenebbek hozzá leszünk egyébként. Hát egyébként ez csak egy kis falusi ami 19 éve működik. Igen. Ugyanolyan szerény vagy. Szerény meg én vagyok. Mind a Jánosok. Igen. Az a szerencsék, hogy nagyon-nagyon sok kedvesen megismerkedünk, úgy, mint most lásd, itt vagytok ti. Azt hittem, hogy kivétel. Köszönjük szépen. Ja, hogy én eszem, ezt nem néztek, akkor szerintem mindent elárul, hogy miért. Még meg, hogy egyszer bevállaltad? Tartunk. Rakjál neki egy kicsit abból a kis olajból is majdnem. Kérsz azt is?
Vaj, az a nem, finom. Nem, hát az jó lesz az atasz, mondja meg nekem, mit kell megenni. Ő az asszony. Ja. Én csak javasolok. Köszönöm. Azért Badnisson nem hazudik. Még röfeg. Talán még itt találkozunk egyen. De én még nem is kezdtem enni, mert tehettél már Badnissonban? Igen, már túl vagyok, igen. Nekem így most következik. Hmm. Van szeletelve, János. Mi reggelig maradatlan. Van itt. Ráérünk. Hosszú egy. Megjött az étvágya az enyésének. A borlózás. Egészségetek. Akik nem isznak velünk, azoknak is az egészségére. Vigyünk Magyarországra. Szennára. A Gánicára. Gondoljatok arra, hogy milyen rossz lehet operatőrnek lenni. Uh-huh. Egyébként ezt látja és nem tud inni. Az objektív megvárja, mi van nyár. Nem is látszik, most ijatunk. Hogy borolzak, amikor tele van a szám. Ja, bocs. De tényleg. Anyukája tanított egy mesének, teli szájának beszélj mesek. Ja. Igen. Van egy ilyen vicc is. A mesével? Hadd nem mondjam el a végén, mi lesz. Az brutális, tudom, az lesz, de hogy elő. Hát, te régi jó betyár vagy. Régi jó dátanyanom. Ezt a viccet én már ismerem. Na, nem érjük meg. Ehhez szemüveg se kell, mert elég nagyok. Évfél nem lesz, amire ez el fog fogyni. Káposztás, túrós és krumplis rétes. Az a postás? Most mondd el még egyszer sorba, hogy ahol? Káposztás, túrós és krumplis rétes. Jó, hogy már ugrok a túrós. Mindes a túrós, hogyha nem örülök, hogy te is nem szeretem. De ha elfogy, készítem. Jó van, akkor nem lesz marakiri. Nagyon komoly, komoly. Te ilyen reklámember vagy egyébként? Keverem a túlóra! Figyelj, mennyi kapsz ezért a reklámé, hogy Szennátot reklámozod? Ez? Erény Zserész kislapra nem is kaptam semmit, várj! Átadom neked! Jövőd van! Ilyen rétes táncot járunk. Na, akkor vegyél! Csináljunk, hogy dobáljuk egymást rétesre! Hát azt nem szeretném, mert azért kár lenne! De szájba egymást lássam! Ezt tiszteljük, akkor ebbe is vajátok, jó? Persze, ez a tiéd. Jó, akkor tegyél bele a részszívesre, az atasz meg hadd nézel. Kettőt? Vegyen kettő. Kikészülök. Hadd készüljön ki teljesen. Idegileg most. Én azért is hármat szoktam. Idegileg teljesen kívül. Bocsi, túrós is, meg káposztás is. Túrós is, meg káposztás. Megpróbálom megőrizni az eszem. Egyébként elmondom nektek, az oviba úgy ettem. Édesanyám volt az óvónő. Köszönöm. Amikor... Oviba vagy az oviba? Atos? Tejbevíz. Megérkezett. Túrós. Túrossal indítok. Jó, megérkezett a tejbe víz, a kicsi Atosznak kitették a tányérjára, hogy Ági nekem, igen? És a kicsi Atosz így megfogta és magához hűzte a nagy vájlingot, hogy a többi ne legyen belőle, mert elfogy anyú. Gyusztikám? De ez a tulajdonságom már nem. Nem. Jó, ez nem, az én tulajdonságom már nem olyan. Már az esetben Ági, ne! Nem, másnak ne! Sírok! Yeah. Ez nagyon finom. Ágikem, imádom a kacsódat, és imádom a túrós már rétesedet. És fogok te is a nyúhús szeretted egyébként, a nyúhús? Aha, ami nagyon futott, és meg kellett csózni. Futás közben is mi kellett megenni. Én is hasonlóan jól szerettem. Azért nem raktam hozzá. Ez a rétes. Most újra reklám, aztán megtudjuk, sikerült-e a lehetetlen Áginak, avagy valamelyik vendége talál a kákán is csomót. Itatom somogyót, etetem Kaposvár. Itatom somogyót, etetem Kaposvár. És most jöjjön a pontozás. Volt, kérlek szépen, hát annyira sok minden volt, hogy megmondom őszintén, a bőség zavarával küzdünk itt, mert hát ilyen kiszolgálás, hát házigazdaként megmondom őszintén, hogy nagyon oda tettem magát Ági, tehát tényleg a tenyerén hordozott bennünket. Az előétel kukoricás kenyér volt, sült kacsával, ez volt felszolgálva. Nekem ízletes volt, megmondom miért. Nagyon régen ettem kacsát, illetve kukoricás kenyeret is. Nem is tudom, hogy mikor ettem utoljára. Valamikor nagyon régen, még kis tökmakkoromban. Nagymamáméknál talán. Talán még akkor se. Ilyen kukoricás gánicát ettem. Az volt ilyen állagú, finom volt. Egy nagyon picit talán száraznak találtam, de ez a kacsahús az ilyen. Tehát ezért most szó nem érheti a ház elejét, kuriózum volt. Akkor be volt csomagolva szépen alufóliába egy kis kecske. Mindegyik fóliába egy kis kecske volt szó szerint, és mekegtek is a kecskék. A vaddisznó megint csak nagyon finom volt, én imádom a húsokat, a sülteket. És ennek a végére egy desszertnek nagyon jól jött ez a kis rétes.
folytásnak. Volt krumplis, megkóstoltam azt is, mert kuriózumnak számít, krumplis rétest még nem ettem. Érdekes íze van, nagyon finom volt ő is, de ugye sós ételek után mindenki, én legalábbis, én szeretem variálni az édes, sós, édes, savanyú, édes, és hát a túrós rétessel fejeztem be ezt a mai napot. Valaki forrót eltűnt. Igen. Ez... Káposztás rétest is megkóstoltam, de hát a túrós rétes volt számomra a végén a korona. Én mondjuk hiányoltam a vegyes rétest, mert imádom a megyet. Lehették a megyét állítólag, azt mondta Ági, úgyhogy azért nem volt vegyes rétes. Nekem egy nagyon picit borsos volt a káposztás rétes. A túrós rétes egy nagyon picit sós volt. Magyaros ételek voltak, somogyi ételek, tehát kimondottan somogyi ételek, és ezeknek kell, hogy ezek a fűszerezések benne legyenek. Tehát ez miatt nem mondhatok semmilyen negatívumot Ágira. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó házigazda volt, folyamatosan kínált bennünket férjúrával együtt, tehát tényleg a falusi turizmusnak az egyik fellegvárát mutatták itt be Szennán, és ezért én Áginak adnék 0 pontot, ne viccelek, Áginak adnék, ugye hétig pontozunk, nagyon nehéz dolgom van. Megmondom őszintén, a hét mesterlövész, legyen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát 6,5 adok Áginak, ha ilyet lehet mondani. Csak ezért az egy dologért nem lehet 6,5, ugye? Azt mondod, hogy nem. De hát most Jánosnak adtam 7-et. De az legyen, én a Jánosét mondom 6-ra, én inkább ezt mondom, azért mondom 7-re, mert itt tényleg bőségesen volt minden, illetve hát láttátok, a tenyeréből lettem, tehát ez önmagáért beszél, no comment. Hát, Ágikám, 7-et adok. 6 löveti kifogyott, de egyet rányomok még neked. Hogy mit láttunk, mert amit láttunk, az sem volt semmi. Amikor bejöttünk, mindjárt népviseletbe öltözve láttuk ugye a házigazdánkat, Ágit és a férjét. Hát az önmagában zseniális, egy nagyon jó húzás volt, tehát igazából az a fogadtatása, és hát végül is a népviselet, az valami pazar, amit itt láthatunk a Kontyal együtt, mert ami utána közelebbről is megnézhettünk, hát büszkék lehetnek a szennaiak magukra, és azért ez a fogadás, ez igencsak jól sikerült, és azt megalapozta mindjárt nyilvánvaló, hogy az embernek a vacsorához való viszonyát is, és akkor ez az étlap azért már sejtette, hogy itt miket fogunk kapni, és ugye gondolom a gánica műsornak ez különösen jó lesz, hogy a gánicát azért valaki bevállalta négyünk közül, és az pont az Ági volt. És pazar gánica volt, nagyon nagyszerű gánicát csinált, előétel is kiváló volt, nagyon jó volt hozzá a bor. Tehát bármennyire is visszafogott volt ugye a házigazda, hogy a borát illetően, bizony illet hozzá. Tehát nagyon jól illet hozzá, és a következő a főfogáshoz, a vaddisznóhoz is hasonlóképpen illett az az egész. És látszott is a fogyasztáson, szerintem szépen rájártunk erre. Nagyon finom pálinka volt az elején, ami mindjárt ugye férfi embereknek különösen biztos, hogy kedves, hogy mi szinte szeretjük ezzel megalapozni ez az aperitívvel. És a végén is a túrós rétes, ugye az volt a csúcsa, ugye az volt a befejezése. Gyönyörűen harmóniában volt az egész. Mindegy kép, ugye nyilván festő szemmel azt mondom, hogy a harmónia, hát itt az ízek harmóniája, tehát egymáshoz való viszonya is a bornak, a pálinkának és az ételeknek, egymás utániságában is, mindenhogyan összejött. És a teríték is valami hasonló lehetett. Tehát nem volt ez a zsolnai, ugye, ami nem illett volna ide. Hát azt, hogy mi milyen társalkodó partnerek voltunk egymáshoz, remélem, hogy a szennaiak nem urolnak meg ránk. Én eléggé kíváncsi voltam, a polgármester úr nagyon jó választás volt, hogy ő azért kicsit beszélhetett itt, és közben azért arról is szó esett, hogy egy ilyen főzőműsor mennyi mindenre a gasztronómián kívül azért, ugye a névviselettől kezdve, egy kicsit a falura rátekintést, tehát sok mindent hozott elő, úgyhogy túl vagyunk már régen azon, hogy gasztronómiáról van mindössze szó. Jó választás volt, hogy őt hívták meg. Tehát a polgármester itt nagyon szépen elmondott egy-két dolgot a faluról, én nagyon szívesen vettem, örültem neki, és hogyha azt pontokban kell megfogalmazni, mert ugye, hát én nem tudom, én vagy túl jó szívű vagyok, vagy valami baj van velem, de én megint úgy vagyok, hogy a 7 pontot adnám, ami a maximum, ugye ugyanúgy, mint az MSZ-nél. Vaddisznót még nem ettem soha, nagyon finom volt az is, de én nekem a kacsa és a rétes a kedvenc ételem, úgyhogy Áginak ezt meg is súgtuk. Nagyon elégedett vagyok vele, és nagyon finom volt minden.
Én nagyon szeretem az ilyen falusi hangulatot, ugye, hogy én is megszoktam ezt, a népviseletet is, de ezt a fajtát például a szennait, azt még nem is láttam, és nagyon szép, különleges díszítések vannak, úgyhogy ez is nagyon tetszett, a férfi ruha is, az nem tudom, hogy Somogyi volt, de gondolom, hogy biztosan, az egész hangulat is, úgyhogy mindenkinek ajánlanám, hogy jöjjön el ide, hogyha még nem volt. Nagyon kedves a polgármester úr is, és meglepett egy virágcsokorral is, nagyon udvarias, a többiek meg ugyanúgy szórakoznak velem, úgyhogy minden rendben volt ma is, és Ági egyre többet beszél, hála Istennek, mert eddig elég csöndes volt, de most, hogy mivel háziasszonyként mutatkozott meg, teljesen kinyílt, és eddig is láttam, hogy nagyon kedves asszony, de most még inkább. Mai este folyamán Áginak én 7 pontot adnék, mivel minden szuper volt, és rosszabbat nem ismernék soha mondani. Hát egy csodálatos vacsorára fog hívni. Annyit tudtam a kedves vendégekről, hogy János ugye festős az előző megyének a, így mondjam, az előző esztendőnek a megyének a naptárát, ő rajzolta, és nagyon szép rajzot készített Szennáról. Emesét hallottam 2 évvel ezelőtt énekelni, egy csodálatos hangja van. És hát ugye Attiláról még nem hallottam előtte semmit egyébként. Nagyon jó volt a hangulat, és nagyon jó volt a társaság, bár engemet nagyon szóhoz nem engedtek, mert azért ezek hárman elvitték azért a szót úgy, ahogyan illik, nem úgy, mint ugye egy polgármesternek, ugye, akit meg kell hallgatni, ugye, amikor kimegy és beszél, hanem nagyon aranyosan, kedvesen az ő maguk is történeteiket, érdekességeiket mondták el ma este. Fantasztikus vendéglátó Ági. Én azt mondom, hogy erre született a vendéglátásra, hiszen évek óta már végzi ezt a vendéglátást, és hangsúlyozom, hogy vendéglátásról, ugye nem pedig ugye idegenforgalomról beszélünk, és látszik maga a környezet, amit kialakítottak itt a Jánossal, a kedves férjével, és hát az asztal, amit ma este láttunk, a rétestől, a kacsahústól, a kecskehúsig, a vaddisznó sültig, minden gyakorlatilag, ami a legfinomabb, mindent azt hiszem, hogy az asztalra tett. Hát én nagyon kedves, aranyos embereknek ismertem meg őket, remélem, hogy a szívükbe fogadtak, engem is, meg Ágit is, és hát ha talán nem is olyan szoros barátságot, de mondhatom, hogy barátságot kötöttünk ezen az estén. Mivel a Zselicben vagyunk, Somogyi ételek. Ugye Somogyban itt van a zselici nagy erdőség, nagyon sok volt a vad régen is, most is van belőle, és úgy gondoltuk, hogy talán ezzel kellene meglátni a vendégeket. A kecske, hát az úgy adta magát, van egy kedves barátunk Simonfán, és ő neki van egy farmja, és nagyon jó barátságban vagyunk vele a kecske sajt által, és mondta, hogy vannak kisgidák, és hát gondoltuk, hogy akkor meglepjük ezzel a vendégeket. A rétes nyújtás az egy fél napot, azt már megcsináltam tegnap, mert az egy nagyon komoly munka, mire előkészíti az ember a töltelékeket, szóval az egy félnapos munka volt. A mai délután azon 2 órától este 5-ig tartott ez a kis menüsor összeállítása. Szerintem nagyon jó volt a hangulat, mert ez a 3. estét töltöttük együtt, és egyre jobban összemelegszik a társaság. Szerintem hiányozni fog, hogyha véget ér, mert annyira jó kis csapat jött össze. Megtettem mindent azért, hogy a kedves vendég jól érezze magát, de lehet, hogy voltak hiányosságok, hát egy 5 ponttal kiegyeznék. Az Atosz nagyon készülhet. Tehát ő előtte volt minta. Ugye volt egy festőnek a mintája, volt egy énekesnek a mintája, volt egy szennai, igazi, vérbeli népi dolog, és biztos, hogy ő azért erre készülni fog. Őszintén megmondom, hogy én ilyen az Atoszról mindenfélét el tudok képzelni, ahogy így megismertem, talán akkor visszahúzódóbb lesz egy kicsit, mert mindig szerintem az a fajta, hogy ilyenkor ilyen nagy szájhős, aztán majd meglátjuk, hogy holnap mit fog csinálni, bár biztos, hogy jókat fog magán nevetni, de remélem, hogy valami étel is összejön belőle, műsorra biztosan számítok. Az Atosz biztos, hogy nagyon jó fog bennünket szórakoztatni. Hát azt mondta, hogy nagy meglepetésekben lesz részünk, bízom benne, hogy így is lesz, és jól fogjuk magunkat érezni. Gratulálunk Áginak, lám, azoknak lett igazuk, akik bíztak a profizmusában. Ági nem csak jól állította össze a ma esti menüt, hanem igyekezett mindenben a somogyi hagyományokhoz ragaszkodni. 21 pont, és már csak a főzés nagy amatőre, Atosz van vissza. Ám történhetnek meglepetések. Atosz nagyon készült, hatalmas apparátus mozgatott meg, és legközelebb megtudhatják, ez hány pontra volt elég.
Szép Somogynak sem kell tovább várnia. Új műsor lett és a címe... Együttműködő partnereink. Kovács Valéria, magyar kézműves remekdíjas üvegfestőművész. Somogyi Hírlap, a Nagy Ízvadászat című szakácskönyv kiadója. Tóth Ágas kreatív hobbi és foltvaró volt. Csak kreatívan. Itatom Somogyot, etetem Kaposvárt.